Sziasztok, srácok! Itt ismét Démien! Boldog Valentin napot mindenkinek! Arra gondoltam, ha már Valentin nap, akkor tanuljunk egy trükköt, pedig egy olyan trükköt szeretnék tanítani nektek, amilyen lelkitárs megtalálós, tudjátok, hogy ilyen szerelmes pár dolog, mi összeillünk, stb. stb. trükk, illetve a másik szempont, amit figyelembe vettem, az az, hogy egy olyan trükköt tanítsak, vagy rutint, vagy fogás, nem is tudom, hogy fogalmazzak inkább, amit olyanok is be tudnak mutatni a párjuknak, akik még, teszem azt életükben, nem fogtak kártyát, vagy nagyon-nagyon kezdők, tehát nem egy haladó szintű trükkről van szó. Ne is, akik már bűvészkedtek egy ideje, ne is azt nézzétek, hogy ú, uh, ez milyen egyszerű, hanem inkább a néző szemszögéből nézzétek a trükköt, hogy Valentin napkor ez mennyire aranyos ö, dolog egy, egy, egy ilyen trükk. És hát mivel laikusok nem ismerik a fogásokat, ezért... Logikusan ne úgy nézzük, hogy milyen extra dolog van benne, vagy nem extra dolog van benne. De ezt nem is kell magyaráznom, inkább mutatom a trükköt, hogy, hogy mire gondoltam így Valentin nap alkalmából. Ö, mivel ez egy ilyen lelkitársas megtalálós trükk, ezért keressünk egy olyan kártyát, ó ez jó lesz, amin nagyon sok a szívecske. Ezen elég sok a szívecske. Egy. Oh a körhetesen elég sok a szívecske. Na most a, természetesen a párunknak is lesz egy feladata, mégpedig az lesz a feladata, hogy neki meg kell találnia ennek a körhetesnek a párját. A körhetesnek mi a párja? Logikusan a káróhetes. Na most a nézőt megkérjük, hogy emelje el valahol a csomagot, ő meg is teszi, vagy akár így, vagy pörgesen le, teljesen mindegy, én most itt elemelem, és a délnyek, hogy belerakjuk a kártyát, tehát valahova belemelte a néző a kártyát, és nézzétek! Nézzük meg, hogy hol emelte bele. Itt van egy kártyánk, és bármennyire is fura, a néző megtalálta pont annak a kártyának a párját amit mi ugye kivettünk a csomagból. Na ezt fogjuk most így megtanulni. Nagyon egyszerű lesz a trükk. Többféle módon is előadhatjátok, majd mondok egy, hát nem az, hogy kicsit haladóbb, de akik már kicsit benne vannak nekik is tippeket, illetve azoknak, akik még soha életükbe nem kártyáztak. Ö, maradjunk ennél a hetes verziónál, jó? A feladat a következő, tudjuk előre, hogy ezt a körhetest akarjuk majd kiszedni a csomagból, ezért a kártyának a párját azt ide a csomag tetejére rakjuk, jó? Tehát ez itt lesz a tetején. Ez itt lesz a tetején. Na most, ez meg itt bent valahol. Ha tudunk kártyát keverni, akkor ugye arra kell csak vigyázni, hogy a felső lap az mindig felül maradjon, jó? Tehát az ilyenekre vigyázni kell. És akkor a következőt kell csinálni. Egyszerűen kiterítjük, azt mondjuk a nézőknek, mesélünk, hogy kártyák vannak, párja, stb. stb. És kiszedjük ugye azt a kártyát, amit mi keresünk. Keresünk magunknak. Kiszedjük. Ezután még nyugodtan keverhetünk egyet, hogyha akarunk. A lényeg az, hogy vigyázunk, hogy ez a, ez a másik lap azért ugye itt fölül maradjon. És annyit kell csak csinálnunk, hogy miközben beszélünk a nézőnek, hogy mi lesz a feladata, rárakjuk a kártyát így a csomag tetejére, és mikor leszedjük, akkor egyszerre nem egy, hanem két kártyát szedünk le, tehát így ezt a kettőt, jó? Tehát így megfogjuk a felette lévő lapot. Tehát így egyszerűen leszedjük, és azt mondjuk, hogy na figyelj, ide rakom a csomagot, mi ezt fogjuk, Emeld el valahol a csomagot, a néző elemeli, berakjuk, rakja rá, tökéletes, ezután elmondjuk, hogy na, figyelj, hogyha tényleg oda be tudtad rakni a kártyát, a alap a mellé, tehát ö, ö, be tudtad rakni a kártyát az a lap mellé, Hú, ez nagyon magyaros volt. Na mindegy. Tehát a párja mellé, akkor mi valóban összeillő pár vagyunk. Ezt így lehet mondani Valentin, akkor tökéletes. És nézzétek, logikusan, még egy dologra vigyázzatok, hogy nem a felette lévőt, hanem ugye mivel alatta volt, az alatta lévőt vegyétek el. Tök mindegy, hogy merre terítitek, ne azt jegyezzétek meg jobbra-balra, hanem hogy az alatta lévőt vegyük el. Jó, az legyen a pár. És akkor logikusan a néző arra lesz kíváncsi, hogy jó, oh, biztos mindegyik lap, mizé, Káro 7-es, megmutathatjuk, hogy nem. Jó? Tehát ez egy nagyon aranyos kis ilyen pár kezdőknek szóló trükk, de szerintem egy ilyen hirtelen ö, sok hatást tud így a párunknak okozni, főleg, hogyha nem tudják rólunk, hogy bűvészkedünk, vagy pedig életünknek ez az első trükkje, ezt tudom nektek ajánlani. Na most, kicsit haladóbbaknak meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy a nézőmondlapot, a nézőmond lapot, ekkor egyetlen egy feladatunk van csupán. E, tegyük fel a néző azt mondja, hogy mi a kedvenc lapod? Mit tudom én a Körkirály. Jó, körkirály. Ekkor ö, beszélünk ugye a párjáról, és csak egyetlen egy feladatunk van, kedves haladó bűvészek, hogy ugye meg kell mutatnunk a kártyákat, hogy mindegyik különböző, mindegyik különböző, és valamilyen technikával itt a párja, ugye megmutathatjuk, hogy itt van a párja, valamilyen technikával, miközben mutatjuk, a lényeg az, hogy valamilyen technikával föl kell hozni azt a kártyát fölülre. Jó, erre nagyon sokféle technika létezik, Ö vannak, amiket nem akarok lelőni, vannak, amiket ö, ö, szerintem ismertek, azért én mondom, hogy a haladó technikásoknak szól ez, de ö, mit tudom én, kicsit kezdőbbek, hogyha ezt akarjátok csinálni, akkor nézzétek, akkor csinálhatjátok ezt is, tegyük fel kivette a királyt, tegyük fel kivette a királyt, és ö, nem kell felhívni a figyelmet, nem kell felhívni a figyelmet, hogy ö, hol van a király, meg hogy izé, csak miközben beszéltek, hogy hogy nézd, ö, itt vannak a kártyák, és ugye mindegyiknek megvan a párja, és Nézzétek, annyit kell csak csinálni, hogy euh, mikor elérünk a királyhoz, ezt itt megfogjuk, tartjuk, és mm, nem húzzuk össze, hanem ezt itt fogjuk, ezt itt fogjuk, és miközben beszélünk a kártyákról, nézzétek, csak ennyit csinálunk, hogy. És van egy csomó, mindegyiknek megvan a párja. Ketté hozzuk a két csomagrészt, ez ugye itt van fölül. Itt van fölül, és ezt így a tetejére rakjuk. A néző nem fogja észrevenni, hogy ezt így most a tetejére raktuk, mert nézzétek, ez gyorsan így néz ki. Tehát azt mondjuk, hogy kiválasztottad a körkirályt, nagyszerű. Itt vannak a kártyák, ugye tudod, hogy mindegyiknek megvan a maga párja, igaz? Tehát mit tudom én, itt van a négyes, és annak a párja a kör négyes. A királynak mi a párja? És ezzel a két szétszedéssel, ezt visszatekerhetitek, megnézhetitek, hogy hogy csináltam, ezzel a szétszedéssel ugye fölülre raktam. Ez, ez egy nagyon-nagyon könnyű ö, módszer arra, hogy hogyan tudtok egy lapot így fölülre hozni, tehát igazából nem csak egy rutin hanem egy jó pofa fogást is tanítottam, de mondom, haladóbbak ismertek egy jó pár fogást, hogy hogy lehet fölülre hozni alapot, és innentől kezdve igazából, hogyha fönt van a király, fönt van a király, akkor onnantól kezdve már csak erre helyezzük hangsúlyt, és csak le kell emelnünk. Jó? Pörgetés, beszúrás, tök, kész. Alatta lévő, ott a párja. Jó? Na, srácok, ö, igazából ö, ez az, amit így terveztem nektek Valentin napkor. mint ahogy azt mindig szoktam volt mondani. A trükköt ne feltétlenül úgy adjátok elő, ahogy én itt most előadtam, hanem egy kicsit gondoljátok tovább, és gondolok itt ilyenekre, hogy mit tudom én, mondjuk a párján, a lapnak a párján legyen mondjuk egy üzenet, vagy csinálhatjátok azt is, hogy mondjuk, mit tudom én, így kell berakni, és akkor csak be kell szúrni valahova, állj meg, és akkor, mit tudom én, a lapnak a hátoldalára odaírjátok a, a, a egyik kötök nevét, a másik kötök nevét ide, és akkor úgy találja meg, tehát egy kicsit így mozgassátok meg a fantáziátokat, és egy csomó jópofa trükköt ki tudtok szerintem így ezzel találni, mert ez egy nagyon aranyos rutin. Ehhez kívánok nektek kellemes szórakozást jó kikapcsolódást, kellemes Valentin és ha már Valentin nap, a következő kártyalap, igaz, hogy akkor már nem lesz Valentin nap, de arra gondoltam, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha megnéznénk, majd kibontanánk ezt a Love Me csomagot. Előtte akartam, és ezzel akartam volna trükközni, én meg trükköt tanítani, de bevallom őszintén nem volt időm rá, és nem akartam még egy kártyabontást így Valentin napra, mert akkor tuti megöltetek volna egy páran, hanem trükköt akartam tanítani, én is ezt akartam egyébként, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor majd utána bontom max, de szerintem nem bánjátok. Na, minden esetre, akkor ezzel a csomaggal elköszönve, srácok, tényleg kellemes Valentin napot, mindenkinek, mindenkinek sok boldogságot, így a párjával együtt ezzel az aranyos kis trükkel lepjétek meg egymást, és találkozunk a legközelebbi videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!